Kétszer voltam első osztályos, egyszer 1970-ben és egyszer 1971-ben. Ez hogy történt? Minek köszönhetően vagy? Teljesen véletlenszerű és figyelmetlenségnek köszönhetően. Kétszer búcsúztattak az óvodából, és kétszer jutottam az első osztályba, ugyanis először elvittek és beírattak az iskolába, megkaptam a tankönyveket, és azután rohanva jött be egy hölgy, és közölte, hogy nem töltöttem be 1970. szeptember 15-én a 6. életévet, mert 20-án születte, és emiatt még lehúztam egy évet az óvodába, és akkor 71-ben végre elkezdhettem én is a középiskola éveimet. Az elemi? Az elemi, első osztályban, de ezen én már rég túl vagyok a 47 éves fejemmel. Nem volt az olyan rossz, én örültem. Annak is, hogy járhattam még egy évet óvodába, annak is, hogy felvettek következőbe ugyanarra a helyre. Sűrű bocsánatkérések közepette, de ez előfordul olyanokkal, akik csak néhány nappal később töltik be a 6. életévüket, szeptember 15-én. De előfordult olyasmi is, hogy ezeket a napokat ugye elnézték, hát nem volt olyan szigorú, vagy nem? Nem, annak idején nem. Annak idején nem nézték el, és nagyon szigorúan vették az egészet. Viszont ez egy kiváltságos helyzetet teremtett az osztályban, mert egy osztálytárs nem volt 12 éven keresztül idősebb, mint én, és hogy mondjam, jóval fiatalabbak voltak idézőjelben az osztálytársaim.